Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Warframe, jöjjön a Gara bemutató. Igen, Warfighter Hun, ez neked hangzik a Gara bemutató fog következni. Nos, az elmúlt két hétben szinte csak ezzel a Warframe-mel játszottam. Ritkán szoktam ilyen hosszú ideig játszani egy új warframe est Tudjátok, hogy szoktam modulatlanul visszam, és megpróbálom kideríteni itt-ott, hol van uh, a gyengeség. És azért is töltöttem, és még mindig töltök elég sok időt ezzel a Warframe-mel, mert úgy nem nagyon tudom hova helyezni, hogy őszinte legyek, de minden sorjában, ugye. A Garoquest maga azt kell mondjam, hogy Plays of Eldolon um, frissítésében eltörpült valahol. Kijött a Playzone Vendorom, ja, és amúgy itt van egy új Warframe, és ilyen nem túl nagy számot számottevő, és talán ez is van, hogy így megosztja a közönséget. Sokan azt mondják, hogy erős, mások gyengék. Én kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok ezt a garát, hogy nektek mi a véleményetek róla, endgame, nem endgame, csapat, szóló, hogy ti hogy látjátok ezt általánosan, amíg én is szeretném elmondani, hogy mit gondolok róla. Na most, ha kinézetére rámegyünk, így helybe fúj. Na, ne, nekem annyira nem jön be a kinézete, de amúgy nem olyan vészesen rossz. De jó, térjünk a lényegre. Lássuk, hogy mit tudunk belőle kihozni, vagy legalábbis én mit tudtam belőle kihozni. Én úgy láttam, hogy a Gary egy kicsit olyan Frost 2.0. Na, ha, ha ügyes a játékos, hogy játszik vele, én még azt kell, hogy mondja, hogy talán még Frostól is jobb. Uha, mondtam. Talán még Frostól is jobb tudna uh, lenni, vagy tud, vagy uh, tud lenni. Na most, ez mind, mind kimerül a, azt hiszem leginkább abban, hogy ez az adott játékos, hogy uh, fog tudni játszani uh, ezzel a karakterrel. Nagyon kíváncsian várom, hogy a jövőben, ha megjelennek szindikátus modok, uh, mik lesznek azok a modok. Tehát például el tudnék képzelni egy ilyen um, ulti modot, ahol több ilyen ultit lehet lerakni, akkor eléggé érdekes volna. Nos, jól van akkor. Vágjunk is bele a képességeiben. Konkrétan, hát mindenki tudja, ott a Wikipédia, és azon rajta van a Biblia, és azt szerint kell csinálni mindent, mert a Biblia úgy igaz, ahogy van, és aki azt felolvasta, az 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 pro. Nos, de egy kicsit szeretnék én is idézni a Bibliából, ugye az egyes képessége, az konkrétan mondhatni egy aféle kis ilyen üvegkartféleség, kijön ki belőle és lenyomja az enemét. Na most az egyes képességéről azt érdemes tudni, hogy elég nagy öt sebez ahhoz képest, hogy egy Wolfram egyes képesség, Maxon 800-at, amit befolyásolnak, a kardotban lévő, modok is, alapmodok, mint a Steel Shard. Továbbá ugye a Warfield-ben lévő erőmodok befolyásolnak. Na most ez annyira befolyásolja, hogyha plusz erőre húzott garát annyira befolyásolja, hogy hatalmas nagyokat tud sevezni, és gusztustalan nagy enemiket is simán le tud szedni egy vagy két döfésből az a az az első képesség, ami őszinte szóval ilyen elég meglepő volt, mikor először tapasztaltam, úgyhogy ez nem nem egy rossz dolog, de mégis ennek ellenére, hogy van, nem igazán használom. De azért jó tudni, hogy van valami, ami kihúzhat a szarból. De az energia, hogy őszinte vagyok, az sokkal, bár jó képesség, bár nagyon sebez, de az az energia, amit elhasználok erre, ennek a spemelésére jobban jön valami másra. Szóval ez lenne az egyes képesség konkrétan, tehát fogod, lelövöd enemit, kardodban lévő modokkal emelheted ezt a damage hogy szórakozni akarsz ezzel. A kettes képessége Splinter Storm névre hallgat, konkrétan egy kis ilyen üveg darab, félességet féleséget hoz magad körül, hogy az üveg darabok ott vannak, és ez így sebzi az elemét, és ez hatalmas fantasztikussággal jár. Őszinteszek veletek, nem vészesen rossz, alacsony szintű eleméket simán ledarál, ha erőt adsz neki, akkor egészen kultúrált sebzés tud ki kiosztani. Továbbá ugyanezen képességet rá is tudod adni a társaidra, bár ezek, ezzel, a, ezzel a típus képességgel mindig így gondba voltam, amit rá lehet osztani a társakra, és nem EOE-ban működik, csak így ki kell nézni, és na ne is, eljön is. Szerintem nagyon megakasztja a játékot, és hogyha kifejezetten nem az a valaki kéri, hogy hé, figyelj, osszad már rám ezt, akkor én ezzel nem igazán fogtam, szoktam foglalkozni, mert csak macera ebből a szempontból, de jó tudni, sebez viszonylag nagyot, erőmodok hatnak rá, duration, range modok hatnak rá, továbbá natural talent, illetve speed drift, hogy ezt mindezt gyorsabban csinálja. Na most a harmadik képesség az elég érdekes. Spectral Rage-re hallgat, amit csinál, létrehoz egy ilyen tükörkört, és a körön belül lévő enemik elkezdik ezeket a tükröket ütni, és ez visszaver rájuk damage-et. Továbbá, ha lejárnak a tükrök, akkor pluszba még így felrobbannak, és akkor is damage-et Nem is keveset, 1500 -at. Szépen hangzik ez a képesség, hogy őszinte legyek, és amint láthatjátok a videóban, hogy ha garára e, némi damage-et adsz, akkor egész szépen sebez, és így szépen fogom skálázni az enemiket, és meglátjuk, hogy melyik enemivel milyen gyorsan tud elbírni. Na most bármennyire is jó ez a képesség, pont annyira szar, és tehát így... Nagyon erős elemik nagyon gyorsan szétszedik, nagyon gyorsan szétszedik, a, a gyenge enemik pedig, hát azoknak mindegy, mert azok leölik magukat ezen a körön belül, de a nagyon erős elemik azonnal szétszedik, és túl keveset sebez rájuk, ők, ugye, hogy egyáltalában megölje. Szóval, hogyha skálázódna a sebzés, akkor volna értelme, de így, hogy nem skálázódik a sebzés, így semmi értelme. Tehát hogy jó is, meg nem is, de mindenképp egy bizonyos szempontból, hogy... Egy bizonyos szintig eltereli az enemiknek a figyelmét, minden szinten eltereli az enemiknek figyelmét, de egy bizonyos szint után már nem érdemes bekapcsolni, mert azonnal elpusztítják. Úgyhogy így állunk ezzel a történettel. Ez a Spectra Rage jónak indult, de című történet. Na most. A változtatás jogát a Digital Extreme fenntartja, minden bizonyal későbbiekben a Gara fog kapni egy buffot, úgyhogy hát legalábbis én úgy érzem, hogy ráfér. A képességeinek szabályozásában, illetve mienségében látnék egy kis változást. Például, hogy ha én kibekapcsolgatom a hármast, akkor is kitolja rá azt az ígért 1500 damage mert amúgy nem tolja ki, nekem legalábbis úgy tűnik, hogy nem igazán az Tehát minden is szépen jól hangzik a Bibliában, de uh, a valóságban sajnos nem úgy működik, mint ahogy azt úgy elképzelné. Um, az ember. Nos, srácok, uh, ennyit a harmadik képességről. Uh, mindenképp érdemes használni ellenség elterüléseink a figyelmére, vagy uh, én úgy szoktam csinálni, hogy bekapcsolom a hármast, és akkor ulti és a kettőt így kombinálva szoktam használni, hogyha nagyon durva a helyzet, de akkor viszont spamelem a hármast, és uh, elultizom magam. Miközben ugye az eleminek ad a rövid időre, amíg szét nem szedik, hogyha magas szintű elemik szét nem szedik, legalább ellent a figyelm, és legyen időm csak egy ultit, ha már reraksz, már meg vagy mentve című történet, mert hogy, és akkor itt rá is térünk um, az ultira, Wolf Kun, neked csak külön mas, Vitrifi. ez az ultiának a neve, szóval... Ja, amit csinál ez, ugye létre az egy hatalmas, egy ilyen, hát hatomára kinek? Mert range hat az ultiára. Szóval létrehozunk egy ilyen üvegkört, megint csak, és ez az üvegkör áthatolhatatlan konkrétan enemi és lövedékek számára, és külön bónusz, és amiért itt mondom, hogy Frost 2.0 az ultia garának, az az, hogy a bombardnak a lövegének hatósugara, tehát a robbanási hatósugara nem hat át rajta, nem úgy, mint a frost gömbön, és konkrétan belehalhatsz a robbanási hatókörbe, de itt a garának a. a bombard robbanásának például az effektje nem öl meg, nem hat át az üvegen, tehát konkrétan tényleg áthatóhatatlan. Tovább, amit érdemes tudni az ultiról azon kívül, hogy tudsz rá vele sebezni az emére, stb., de ezek tökre jelentéktelenek, annyira gyenge dolgok, annyira keveset sebez, és ez, ez tökre jelentéktelen mennyit sebez, ami fontos, hogy duration hat rá, és range modok hatnak mindenre továbbá, hogy amíg elkapcsolás alatt tartod, teljesen, és az enemik egyáltalán nem tudnak sebezni. Na most, amit még csinál ez az ulti, ugye, amin, ahogy bekapcsolva tartod, amíg el nem éri a maximális területét ez a, ez a kör, szépen fogja és üvegé változtatja az enemit, és azok lefagynak. Tehát, amit lát, az ulti, egy, a videóban egy hatalmas és nagyon hasznos képesség tömegszabályozás szempontjából. Nos, amit én csináltam ezzel a Warframe-mel, ez mindezen képességeknek a tudatában, amit én csináltam vele, az az volt, hogy területet adtam neki. overextendedes területet adtam neki. Én feláldoztam azt, hogy a ultián belüli damage buffot, mert ugye van egy damage buff az ultián belül, azon kívül, hogy lefajaszt az enemiket, még egy damage buffot is kapsz. Én feláldoztam ezt azért cserébe, hogy nagyobb területen, nagyobb tömeget tudjak szabályozni, és hogyha nagyon durva a szituáció, sok -e nem vesz körül, hogyha elultizom magam, akkor a kör minél, minél, minél nagyobb ideig táguljon, hogy amire véget ér, ez a képesség, addigra 100% biztos legyünk abban, hogy az elemik le fagynak körülöttünk, átúzunk, és üveggé áthozás után, nyugodtan le lehet őket darálni. Nos, ezt láttam én a garában, egy területszabályozóst, területszabályozós frémet, a, aminek a fő képessége inkább maga a felhasználó, hogy hogyan hasznosítja és milyen sorrendben a képességeket. Tehát nálam a kettes szinte mindig be van kapcsolva, a hármas minél jobban nehezedik a pálya, a hármast annál gyakrabban spemelem, hogy rövid időre is, de eltereljem az enemi figyelmét, és akkor az ultival létrehozom azt az arénát, amire szükségem van ahhoz, hogy ledaráljam az enemit árkének szempontjából ki mit használ, de amint láttátok itt a videóba videóban, árkén trikeri jól jön, mivel ugye vakít a, a gara, plusz ilyen képessége neki, hogy szépen fogja és megvakítja az elemit, finisherre megnyitja az zenemit, és ezáltal az Arcane Trickery például be tud kapcsolni de adhatok neki armolt, adhatok neki, amit jól esik. Én megeshető, megmaradok az árként trickerinél, hogyha endgame-ről van szó, és ha már vakítja az enemiket, akkor az árként trickeri bekapcsolási esélye nem olyan rossz, hogy tovább bírjam bármilyen endgame-ben. Nos, srácok, ez lett volna a gara. Röviden, tömören és most akkor jöjjenek a modolásaim, amit én kitaláltam rá. Ami gara modolását illeti, én feláldoztam azt, hogy ne legyen akkora demis buff, és inkább területre és tömegszabályozásra mentem rá. Én úgy tapasztaltam, hogy ez így nekem sokkal jobban fekszik hogy őszinte legyek, amúgy szeretem a tömegszabályozást jobban a játékban, mint hogy bármit inkább damage felé kiélezzek, de ízlesek és pafonok, ti úgy csináljátok, hogy szeretnétek. Ez az első modolásom, egy kicsit kevesebb idővel, több effektivitással, egy kicsit több erővel, hogy azért legyen némi damage buff, de semmi nagyon extra, hogy őszinte legyek. És... Íme ez uh, lenne még több idővel, még nagyobb területen, de végképp uh, damage nélkül, de a lényege az egésznek az az lenne, hogy tömegszabályzás, ráhúzva még egy kis tömegszabályzással, és amit láthatjuk, tehát ez 40 másodpercen keresztül tart, és ugye a 28 másodpercen keresztül tart maga az effektje, hogy így lefagynak az enemik, ugye, úgyhogy ez, ez enged egy játék időt. tehát míg az ulti fenn van, addig be nem jön, és aki bent van, enged időt arra, hogy ledorálj mindenkit, és egy hatalmas területet, egy hatalmas arénát csinálhatsz magadnak, ahol ezt, hogy is mondjam, kifejtheted az enemiről való véleményedet. Nos, srácok, ennyi lett volna Gara, nem rossz, de nem is túl jó. Őszintén szóval, nekem úgy, úgy tetszik, küzdeni kell vele, és talán, talán pont emiatt is tetszik. Nem túl OP, de ha ügyesen játszik vele az ember, akkor OP-vá válhat. Nos, Uh, annyit még hozzáteszek, hogy a modolás az két formára van, de a gara uh, mindenképp három, minimum három formás, hogy például akár én ezt a modolást tovább uh, fejleszthessem, uh, esetleg valamivel, bármivel, de mindenképp egy három forma ajánlott ki, attól függ ki, hogy csinálja, mint csinálja. Én ennél többet nagyon beleáldozni Ö, nem akarok, úgy érzem, hogy ezzel azokon a szinteken, ahova én elképzelem a garát, tökéletes. Szóval, so, um, ja, ennyi lett volna. Tetszett a videó? Dobj egy lájkot, iratkozz fel még több Warframe-nél, a következő videóig, sziasztok!